reagálunk. Discord, mire reagáljuk, szóba? Kíváncsi, miket küldtetek? Hajad van? Megmutatom, gyere! Ez mi? Csett angol tanár leszek, ez mi? Ez ki se tudom... Tesó, ezt nem tudom megfejteni, még én se. Ezt még én se tudom megfejteni. Oké? Okay. Vágod, mindenki arról beszél, amit egyszerűen nem értek, hogy... Kis kartaz. Ugye ez a Jabber. És mindenki, ez miért beszél angolul, meg magyarul össze-vissza? Nekem nem ez a kérdésem. Nekem más a kérdésem, hogy én már láttam őt valahol. De hol? És engem ez érdekel a legjobban. Aztán rájöttem a válaszra. Ez jó lenne, ha megváltoztatnád egyébként. Várjál már, bro! Időgépbe beleugrottam? Azt hittem, hogy én fogok besétálni. Ez jó lenne, ha megváltoztatnád egyébként. V-turbo. Hát, nem akarok kopogni. Hát és... Itt hagytam a filofaxomat. Túl sokat zavarsz, nem engedsz dolgozni. Tényleg? Végre, de akkor dolgozom. Igen, én most filofaxom mindig üres. Igen. Mi a f***om ez? Komeredzselnek, mint van ez semmi. Ugye viszont segítséget akartam kérni. Instagramomon 40 ezer követőm van már. Már ott is? Már ott is. 40 ezer? 40 ezernél már több van. Papca milyen fes volt akkor? Milyen... Kis golyóka. Kis golyóka, nem? Olyan morbid látni Krisztiánt ilyen vidikbe, hát amúgy a para, tényleg. És arra gondoltam, hogy megjutalmazhatnánk őket, akik a Facebook... Amúgy a Prime papca az most van. Tehát, hogy néz ki, szerencsétlen, néz már rá. Eddig is így. A Prime papca az most van, chat. Most összeszedtem már a pacekját 50 éves korára. És az Instagramon követhetnek némi készpénzzel. Nem, mi kette? Hát, hogy én igazából az ötlet szerzője vagyok, tehát kitaláltam azt, hogy ha 40 ezernél többen vannak, akkor sorsoljunk ki 40 ezer forintot, mondjuk azt, hogy péntekig. Ja, és hogy tiéd az ötlet, te megkifizeted. Így van. Tehát adjál 40 rongyot. Nincs 40 ezre a Berkinek a követőire? Vagy mi? Miért a papcától kér 40-et? Kirakok egy videót a Facebookra, és akik ezt a videót megosztják, azok között kisorsoljuk, hogy kap 40 ezer forintot, amit tőlem... Tercius, már számolja le a kápéba! Szeretem. Már lehet személyesen. Figyelj! Pénteken. Abba a pillanatban előjött a köteg a zsebből. Nem. Hol vége van meg minden? Még nincs egy 20-asod? De egy 20-ason van, de... Na. De én azt gondolom, hogy... Várjál, mutass, na, adjál még egyet. És akkor még nálad marad. Akkor ez 40 ezer. Oké. Ez Magyarországon az első nyereményjáték volt, ilyen követők közötti nyereményjáték. Szerintem most itt amúgy ők történelmet írtak. Amit itt a Berki Krisztián kitalált, az itt történelem. Tehát konkrétan azóta már milyen nyeremény... Ezóta már erre épülnek fel karrierek, hogy nyereményjátékokat intézgetnek. Berki volt az első, és úgy történelmet írtak. Kitalálták a nyereményjáték fogalmát. Itt fedezték fel, ebbe a szent szobába. Ezt majd oda ez gyorsan ment azért. Jó? Inkább kopogjázzem túl. Na, ne szórakozz, jó? Figyelj! Ilyen könnyű lenne pénzt kérni. Csehát, ha most felhívom a papcát, szerinted adna pénzt? Nincs indokon felhívni, az a baj. Aki megosztja ezt a videót, igen? Azok között kisorsoljuk a 40 ezer forintot, jó? Tökéletes. Rendben neked? ez óriási. Jó. Ez micsoda? Tudom, hogy ez csak egy hirtelen fellángolás, és abba vagyok szerelmes, amit mutat, és nem a saját valójába, de ha lehet, megismerném, hát eljut hozzá is. De ezt most még kell beküldeni itt? Ezt most miért kell beküldeni ide, chat? Miért kell engem ilyen kellemetlen szituációba hozni? Jézusom, amúgy jól néz ki irányomtatva, most nem azt mondom. Kicsit olyan nekem, mint egy ilyen pogány induló koncert póló. Három dolog, amit ne tegyél fiúként a kondiba. Három dolog, amit ne tegyél fiúként a kondiban. Három, ne nyögdítsej indokolatlanul hangosan, mert az iszonyatosan fura. Csett a Kati Bél az egy legenda amúgy. M-
Már bocsánat, hölgyem, nem tudom, hogy kinek a személyét örvendek, viszont a nyögdécselés az kell, mert erőt ad. Hogyha érted, ha nagy súlyt emelnétek, hölgyek, és akik hölgyek nagy súlyt emelnek, ők is hangot adnak ki, de ha nagy súlyt emelnék, tudnátok, hogy az erőt ad, az kell, mert úgy fújod ki a levegőt egy ordítását, amikor nyomod, az segít, az úgy az egészséges. Mint a WC-n, a WC-n nyögdécselni, na az a fura. Férfiaktól vannak így nagyobb elvárások lányok felé, és hogy kurvának kell lenni, meg mit tudom én, amikor nem. Ez a tiniknél van, így tudomásom szerint, de ez hülyeség. De nagyon sok, a férfiaknak az a baj, hogy nagyon sok százalék a magányos a mai világban. Meg így a fiúknak. És ez amúgy én sem tudom, én nem tudom miért van. De így nem merünk oda menni beszélni, nem tudom, lányokkal mondjuk. Az nem tudom, hogy az mennyire real. De amúgy nagyon sok ember magányos a mai világban sajnos. És ez nagyon rossz, meg ez nagyon unhealthy, gyerekek. Lányok is, ezt nem csak fiúkra mondom, meg ez így nincs elkülönítve, meg semmi, ezt így kollektíva mondom, hogy nagyon sokan magányosak. Ugyanúgy vannak osztályokban, akkor is ki közösítik egymást, és ezt nem értem, miért jó, de tényleg nagyon sok ember, így fogalmazok, magányos, értitek? A szerelem dalával elindul. Jó, a Borony Sanyika. Azt a kurva. Elnézést, de ez már félelmetes. Ez már sok. Csattanyunk a talpod, odafigyelj, itt na, ez jó. Rád 5-6-ot hívod a 06-ot, így van, Feri? Körülbelül. Gyerekek, úgy csináljad, hogy Lütyő, ezeket ment ez az info. Oh, Feri, most már átolhatod a biciklit. Körülbelül. És nem azt mondom, srácok, de akkor nem vagy elég maszkulin a mai világban, hogyha nem mondják azt rá, hogy toxikus vagy. Akkor nem vagy elég maszkulin. Őszinte leszek veletek, chat. Ő már nem itt van. Osh, I drop my wallet. I drop my wallet. Ez mi? Ez so... Az flex. Azt hittem, ezért rácsapaszt. Messzi világszerkezet ellandolt egy napon. Csuklójára fonta magát, mint egy katasztron. Benten! Azt hittem, ez lesz, tesó. Echo versus Jiber. Hogy most kölyök? A káposzta, tesó. Á, de tényleg, ez az Echo Jiber balhé, ez az Echo Jiber beef, ez nekem olyan tényleg, amikor a barátnőddel összevesztek a semmin, bro. Na, itt a kisfilm. Ezt láttátok már, chat? Egyetemi munka. Lazább kisfilm. Én mondtam nekik, hogy ne rakják ki YouTube-ra, de... Túl jó lett, vagy nem tudom.